Sziasztok! Arra gondoltam, hogy a mai videó nagyon-nagyon-nagyon érdekes formát ölthetne, hogyha ezt veletek együtt csinálnám. Szóval arra gondoltam, most így össze-vissza makogok, de hogy arra gondoltam, hogy így összeírnám azokat a dolgokat, hogy így egy helyen legyen és egy listában legyen, hogy mi mit szeretnénk még csinálni a szerelem házikunkon. Biztos, hogy főleg akik kertes házban élnek, biztos, hogy ismerős lehet, hogy ez egy ilyen never ending story, mindig van mit csinálni, mindig kitalál valamit az ember, és akkor mindig van mit csinálni, ez a lényeg. Úgyhogy arra gondoltam, hogy azokon kívül, hogy most éppen valami pénzkérdés vagy nem pénzkérdés, de hogy mindent most le fogok írni, és mindent átbeszélünk, hogy még mit tervezünk, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog ez a videó. Szóval, arra gondoltam, hogy így előjáróban megemlíteném, hogy már lassan egy éve itt lakunk. Nagyon durva. Október 31-én volt az első itt töltött éjszakánk, úgyhogy még azért 2 hónap még kb. Kell, és akkor már egy éve itt leszünk, de hogy mi mindent megcsináltunk, így a belső teret illetőleg. Mindent megcsináltunk. Úgy akartunk beköltözni, hogy ne legyenek munkálatok, vagy amikor már mi itt vagyunk, úgyhogy nem volt akkor már így belső munkálatból azt hiszem, hogy semmi. Egy-két ilyen villanyszereléses dolog volt, hogy kapcsolót felszerelni egy-két helyre, de hogy a nagyja az meg volt, meg talán egy-két lámpa volt, de hogy így nem volt se fúrás, se faragás, mert hogy mi azt kikötöttük, hogy nem költözünk addig, ameddig minden ki nincs tisztázva, úgyhogy ezt tartottuk is, viszont van egy-két olyan dolog, amit viszont úgy voltunk vele, hogy majd ráír, meg most nincs rá keret, meg majd, meg ilyesmi, ami nem volt létfontosságú, mert hogy nem befolyásolja az itt lakásunkat. Úgyhogy tervek, illetve még ugye javítandó dolgok, de hogy lássuk. Hát ugye nekünk a listánk, még egyébként régebben is csináltunk listát, amit nem is tudom, hogy hova raktam, de hogy ez biztos, hogy a listánk elején egy kocsi beálló volt, amit ugye idén nyáron sikerült abszolválnunk, és kész van, és rendben van, és alatta az alap is megvan, úgyhogy ezt így virtuálisan, de kipipáljuk, hogy azzal már megvagyunk. Ugye mi garást terveztünk volna, de hogy egy évhez képest így megfizethetetlennek tűnik a garázs projekt, úgyhogy egy kocsibeálló került a helyére, úgyhogy azt kipipálhatjuk, de ugyan itt, ha már ehhez kapcsolódóan akarok, vagy ehhez kapcsolódóan ehhez fűznék dolgokat, akkor ugye mivel a garázs már ugye tervben volt, ezért ugye mi a villanyszerelővel oda vezettünk egy áramkábelt, és most, hogy ugye kocsiváló lett, úgy gondoltuk, hogy akkor csak legyen ott valami kapcsoló, vagy valami, így is szükség lesz oda ugye elektromos áramra, úgyhogy oda fog majd még menni, az majd a villanyszerelőnek a dolga lesz, hogy oda fog kelleni majd egy lámpakapcsoló, egy konnektor, egy kültéri konnektor valamelyik oszlopra, illetve aki egy-egy kocsi felett lesz egy-egy világítás, hogy lássunk este, hogyha olyan van, illetve ami még ilyen villanyszerelési dolog, és ugye meg kell majd csinálni, az pedig az lesz, hogy a kerti tároló, a hátsó kerti tárolóba oda is már el van vezetve az áram, viszont még nincs bekötve. Szóval ott is azt meg kell csinálni, úgyhogy azt írom föl, hogy ilyen villanyszerelési munkálatok a kinti szekciónál, vagy nem tudom, villanyszerelési munkálatok. Oké. Most, ha már kint vagyok, akkor lehet, hogy kint kéne a kinti dolgokat mondani, de mindegy, letudom a benti dolgokat akkor, most így össze-vissza csapongok, de hogy bent, mert ott tényleg minimális van, amit meg kell csinálni, szóval valahol nincs még lelaminálva teljesen. Illetve valahol nincs szegőléc még, például a konyhában nincs, az egyik szobában nincs lelaminálva és szegőlécezve teljesen, illetve
ilyen burkolatváltók nincsenek leragasztva igazából, amit ugye ezt meg kellene csinálni. Ez nem pénzkérdés, ez igazából időkérdése lenne, csak ugye időhiány vagyunk, és igazából kedv hiány is vagyunk, mert hogy így amikor már beköltöztünk, akkor úgy voltunk vele, hogy jó, hát az a szoba most minket nem annyira érdekel, meg majd meg lesz csinálva, meg megvan a szegőléc, megvan a laminát, és majd ez be lesz valamikor fejezve, mindent megvettünk hozzá, szóval tényleg ez csak időkérdés. Mondjuk, ha nem lesz ilyen nagyon meleg, és akkor téli hónapokban nem fogunk tudni mit csinálni, akkor mondjuk egy szegőlécezés, vagy a burkolatváltók lerakása az mondjuk egy jó kis hétvégi buli lenne, úgyhogy ezt felírom, hogy laminálás és szegőlécezés a konyhába és a szobába. Konyhába. Szegőléc. Jó. Ami még ilyen benti munkálatok közt van, és hát az úgy volt, hogy megvárjuk, hogy az kész legyen, de aztán meg már tényleg én annyira vizualizáltam az októberi költözést, hogy így, és mivel minden csúszásban volt az ablakosok, hogy berakják az ablakokat, az ajtót, meg aztán később jöttek a festők, meg minden, és már nem jutott arra idő, hogy az előszobát leburkolják, ugyanis ott még az előző járólap van, amit viszont nem védettünk semmelyik szakemberrel, mondtuk, hogy nem kell letakarni, mert úgyis rá lesz burkolva, és foltos, meg le van pattogva ott a lépcsőnek a szélénél, két lépcsőnél is le van pattogva, elég durván a csempe, és úgy voltunk vele, hogy jó van, nem érdekel, minket meg fogjuk csinálni, csak mondom, annyira akartunk már költözni, hogy ez kimaradt, de úgy voltunk vele, hogy jó van, majd ezt akkor is meg tudjuk csinálni, amikor itt vagyunk, és hát ez akkor már tolódik egy ideje, de az is egy to-do list, és az sem egy hatalmas összeg, szóval, hogy így körülbelül megvan, hogy milyen csempét szeretnék, egy ilyen bézs színű patchwork mintás csempét szeretnék, szegőléc, nem nagy összeg, csak egyszerűen időt kellene rákeríteni, illetve ott le van burkolva, ott azt hiszem, hogy napig nem lehet ugye kibe mászkálni rajta, és ugye nekünk mi csak ott tudunk bejönni a házba, úgyhogy ez is egy kérdőjel, hogy akkor azt hogy oldjuk meg, de ez is meg kell csinálni, mert foltos, ilyen ragasztófoltok vannak, molter, meg mit tudom én, milyen beton darabok vannak, amiket egyszerűen nem lehet lesikálni, úgyhogy azt is majd föl kell írni a listára, és majd meg kell csinálni. Előszobához kapcsolódóan az ajtó, ahol bejövünk, ott hát eléggé bever az eső, nincs egy ilyen előtető, oda szeretnénk csináltatni egy ilyen polikarbonát előtetőt, és mivel elég széles maga a bejárati ajtónak az a része, nem is tudom, szóval nem egy ilyen klasszik bejárati ajtó, hanem ugye itt volt egy ilyen vas szerkezet, és akkor abban vannak ugye a kicsi ablakok, elég nagy része kell csináltatni a tetőt, szóval nem lehet ilyen szabványt, ami mondjuk ilyen 20-30 ezer forintból az ember meg tudná úszni, hanem egy ilyen egyénileg gyártott, csináltatott tetőt kellene odarakni, meg ami egy kicsit mondjuk jobban szélesebb, és úgy kevésbé ver oda be az eső, mert például jövök haza, szakad az eső, és akkor még kinyitom a zárat, addig mondjuk ne ázzak rommá. Úgyhogy ez is egy terv, amit szeretnénk. Hát igazából ezekre nincs olyan nagyon idő korlát, vagy nincs így megszabva, hogy most ezt eddig, vagy ez mondjuk egy éven belül, vagy idén, vagy ilyesmi. Legyen fönt, és amelyikhez éppen kedvünk van, azt majd akkor meg lehetne csinálni. Ha már akkor kifele haladunk, akkor arra gondoltam, hogy hát mindenképpen említsük meg, hogy a szigetelés is abszolút megállt, és pont egy évvel ezelőtt lett elkezdve, és kettő oldal még hátra van az a helyzet. Hogy az utcafelüli oldal, illetve a pincefelüli oldalt mindenképpen meg kell csinálni, de úgy vagyunk vele, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem szeretnénk. Tudjuk, hogy ugye magának a hőháztartása a háznak egyébként egészen jó, úgyhogy nem sürget az idő, viszont nekünk azért volt ez ilyen nagyon kérdőjeles, mert hogy mi nem szeretnénk a háznak a mostani jellegét elveszíteni, gyönyörű, szép ilyen
nem is tudom, ilyen mediterrán hangulatú, zsalugáteres, klinkeltéglás, nagyon-nagyon jó hangulata van, és ugye ezt, hogyha rá kellene szigetelni, akkor ezt elveszítenénk, és ugyanezt sajnos már ez nem lenne kivitelezhető, illetve nagyon drága lenne a klinkeltégla, illetve ilyen oszlopok vannak, ugye, ami így téglázva van, és gyönyörű szép, és én ezt nem szeretném, és ameddig nem extrém mód indokolt, akkor lehet, hogy az utca felőli oldalt nem szigetelnénk le, és aztán meglátnánk, hogy mi lenne, mert tényleg annyira csodálatosan szép a zsalugáterek, a minden, én nem szeretném ezt a külsőt elveszíteni, az a helyzet. Nagyon tetszik ez a bemart nemes vakolat, amit már nem csinálnak, ezt a, nem is tudom mi a pontos neve, de valami kőporozás talán, és ezt már nem csinálják, hanem ilyen klasszik, egysíkú nemes vakolatok vannak, amiket kenjik a hajukra, mert nekem az nem tetszik. Úgyhogy a szigetelés az is már megvan véve, szóval arra úgymond nem kell költeni, a ragasztó az megvan, szigetelés megvan, csak meg kell csinálni igazából, úgyhogy ez is még hátra van. Aztán, ha már ugye az előbb említettem, gyorsan felírom, az előbb említettem, hogy zsalugáter, két ablakon még nincs zsalugáter, az a két ablak, ami újonnan lett berakva, amit ugye csináltattunk, két plusz ablakot, ott nincs zsalugáter, illetve nincs szúnyoghálló sem, azt a két ablakot nem nagyon nyitogatjuk, mert bejönnek a szúnyogok, de oda kell szúnyoghálót csináltatni, ilyen mobil szúnyoghálót, amit föl lehet húzni. Igazából ez is egy ilyen jövő zenéje kategória, mert amúgy is majd fel kell hívnom az ablakokat beszerelték, meg festették, meg szigetelték, meg minden, úgyhogy majd megkérdezem, hogy milyen áron lennének. Hát tavaly, amikor mi tavaly csináltatok, akkor volt ilyen 18 000 forint darabja a szúnyoghálóknak, plusz a zsalugáter. Hát a zsalugátert én múltkor néztem, hogy nagyjából ugyanez a típus nincs, ami nagyon hasonló lenne, ez a kétszárnyú, hanem egyedileg kellene csináltatni, és ez durván ilyen 100 ezer forint lenne darabja. Csak hogy így gondoltam, megemlítem. Ha már így a zsalugáterek. És én abból nem engedek, nekem kell oda is zsalugáter, mert csodálatosan néz ki az összkép, hogyha a zsalugáterek vannak, nagyon szeretem. Úgyhogy akkor már van itt egy dolog, két dolog, három dolog, négy dolog, öt dolog, hat dolog, hét dolog, hét dolgot írtam fel eddig. Szóval, aztán, ugye erre majd kellene, hogyha le lesz szigetelve, kell majd rá nemes vakolat, az majd a jövő zenéje. Azokon a részeken, ahol már le van szigetelve oda, ott még csak így simán át van húzva ezzel a szürke színű, mit tudom én, vakolattal, mert ugye nem akartuk hamarabb levakolni, nemes vakolatot színezni, szint rárakni, mert hogy az hamarabb írja a nap, és lehet, hogy egy év múlva kerül föl a többi részre, akkor az máshogy szívja ki a nap, és hogy elütne a szín, úgyhogy annyira azzal nem kapkodunk, de hogy ezt ugye a nemes vakolatot is majd meg kell csinálni. Mi van még? Kerti munkálatok közül igazából, hát jó lenne egyszer majd megcsinálni az egész udvart, teljesen újra betonozni, újra térkövezni, ez majd ilyen, nem is tudom mikor, mert hogy így az is rengeteg pénzt velem észtene. A hátsó kerítést mindenképpen meg kell csinálni, azt szerintem jövő tavasszal, már beszéltünk a hátsó szomszéddal, ott egy ilyen nagyon rossz állapotban lévő ilyen drótkerítés van, ami be van dőlve, de hogy neki nincs kutyája, a mi kutyánk meg nem szökős, úgyhogy igazából nem annyira foglalkoztat minket, meg ugye hátul van, ott vannak fák, bokrok, minden, és akkor annyira nem is látszik, úgyhogy azt mondtam, hogy nem annyira létfontosságú, de majd meg lesz csináltatva, ugye az fele-fele költségben van egyébként ilyenkor a hátsó szomszédnál, és nagyon aranyos hátsó szomszédunk van, úgyhogy ő is abszolút azt mondta, hogy nyugodtan beszéltünk arról, és ő állja, ő is a költségeknek a felét, úgyhogy hátsó kerítés. És ha már egyébként kerítésre van szó, akkor
első kerítést is fel lehetne írni, hogyha valaha ránk borulna a bank, akkor mondjuk meg lehetne csináltatni. Jelenleg nagyon masszív, tök jó betonalapon ilyen vas kerítésünk van, amit ugye elkezdtünk lefesteni, és jelenleg funkcióját ellátja. Nem rossz, de hogy őszintén szólva, annó, mikor kaptunk rá árajánlatot, akkor nem fér bele a keretbe. Ezeken a dolgokon nem agyaltunk, inkább a ház legyen kész, most pedig háromszor többbe kerülne. Szóval hátsó kerítés, első kerítés, hogyha esetleg oda kerül vasul, akkor ezt mind meg lehetne csinálni. Aztán... Mi van még, amit mondjuk ilyen kerti dolgok, és így lehetne, amin gondolkodtunk. Én nagyon szeretnék oda a kerti kiülő tetejére fölé, kerti kiülő fölé egy ilyen terasz jellegű tákolmányt, egy ilyen filagóriát, úgy hívják egy filagória, hogy ha esik az eső, vagy rossz időben ki lehessen ülni, ne kelljen a matracokat folyamatosan beszedni, úgyhogy egy ilyen kis aranyos fedett kis teraszrész nagyon, nagyon tetszene. Egy ilyen nem olyan nagy, ilyen 5x5-ös kis terasz szerintem abszolút. Egyébként ezt 2 hete találtam ki, úgyhogy elég friss az az elgondolás, de hogy egy ilyen kis filagória tök jó lenne. Aztán... hát szerintem már annyira úgy nincs. Ó, kerti kút, kellene egy szép ilyen díszkút, egy ilyen a vezetékes víznek egy ilyen beton épített, gyönyörű, szép, nagy, tekintélyt parancsoló kút, az itt van amúgy a bejáratnál, és szerintem az tök jól néz neki, most csak egy ilyen kis fémkút van ott, de az tök jól néz neki, amit még lehetne venni és így fejleszteni, akkor a furt kút, az jelenleg a nagy szárazság miatt az itt teljesen kiürült, vagy én nem tudom, hogy mi van vele, Gábor szerint le kellene ásni, ki kellene ott valamit cserélni, és hogy ott a szivattyút le kellene ilyen kis, nem is tudom, mit, milyen kis, valamit kéne oda ásni, és abba beépíteni a szivattyút, lebetonozni, és akkor a szivattyú lent lehetne a földben, vagy valami ilyesmit, miről volt szó, úgyhogy azt is meg lehetne most csinálni, mindig van valamit, mondtam, hogy mindig van valamit csinálni, úgyhogy igazából hirtelen ennyi jutott az eszembe, akkor pince, oh. Hát az ilyen, oh my god, le kellene verni azt a részt, ami ugye fölázott, azt le kéne vakolni, le kellene meszelni, ki kellene pakolni, ugye én szeretnék egy ilyen éléskamra jellegű dolgot kialakítani a pincében, ami nem lesz egyszerű, pedig arra gondoltam, hogy ó, majd én ezt egy hétvég alatt megcsinálom. Van egy ilyen, majdnem a teljes ház alatt van pince, és van egy ilyen elválasztott ilyen kis ajtóval, egy ilyen kis hosszú, kis keskeny kis szoba jellegű, és oda gondoltam, hogy ilyen szépen ilyen salgópolcokat, meg porcokat, és akkor az lenne az én spájzom. Szerintem az lesz az első, amit így megcsinálunk, hogy oda tényleg mindent rendszerezetten el lehessen pakolni, mert ott szerintem, mert ez fontos, hogy ne csak oda bedobálva legyen, és akkor mindent lássuk, hogy miből mennyi van. Száraz pincéről van szó, úgyhogy tudok egy csomó mindent ott lent tárolni, de most már akkor föl is írom ezeket a dolgokat, még mielőtt elfelejtem. Aztán igazából más hirtelen nem jut eszembe, vannak ilyen festős sztorik, például le kellene festeni a verébdeszkákat a háznál, mert hogy főleg a déli oldalon, ott eléggé ugye minél többet éri a nap, annál jobban ugye kiszívta, de hogy az egészet le kellene festeni, és hogy egységes legyen, és hogy friss legyen, csiszolni kellene, de ahhoz ugye fel kell állványozni, úgyhogy az picit olyan bonyolultabb, de egyébként abszolút nem egy kivitelezhetetlen feladat, illetve ha már festés, akkor ugye van nekünk egy ilyen, régen annyira nem szerettem, de azért mostanában megszerettem a vas ajtónkat, amin ilyen apró kis ablakok vannak, azt kellene lefesteni, csak még nem tudom, hogy milyen színre, valamilyen ilyen fémfesték, vagy nem tudom, milyen festékkel, hemorrhoid festékkel lefesteni, és az is még mondjuk így hátra van, de hogy igazából én úgy gondolom, hogy így hirtelennyében nem tudok mit kitalálni még, amit még így beszéltünk, mert szerintem mindent átbeszéltünk most, és most mindent nagyjából most átnézek, meg felírok még, de úgy tűnik, hogy még ezt a festék, verébdeszka festése, vasajtó festése, ajtó festése,
ezzel úgy gondolom, hogy mindent nagyjából. Tehát ami nem jut eszembe, az meg gondolom nem is olyan fontos, de hogy nagyjából megvan. Hát nem kevés ez a lista. Mint mondtam, ebben valami pénzkérdése, valami nem pénzkérdése, valami időkérdése leginkább, úgyhogy így tök jó így kézzel fogni, és kinyitom, és akkor látom, hogy na jó, akkor ezt még meg kell csinálni, és akkor tök jó lesz majd így pipálgatni. Úgyhogy csak idő legyen, meg sok pénz, és akkor ezek a dolgok kész lesznek. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, arra gondoltam, hogy hát ha valakit ez érdekelne, meg hogy így átbeszélnénk, úgyhogy örülök, hogy velem tartottatok, és hogyha idáig eljutottatok, és megnéztetek az egész videót, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!